Sánkhái lakosok dulakodnak védőruházatba bújt rendőrökkel. Egyre több hasonló videó kerül fel a kínai közösségi oldalakra. A közel 26 milliós városban hetek óta súlyos válságot okoz a koronavírus, illetve a vírus miatt elrendelt lezárások. A helyiek közül egyre többen nem bírják a bezártságot, és az, hogy nehezen jutnak élelmiszerhez, gyógyszerhez és minden más alapvető szükségleti cikkhez. Megszokott kép a lezárt Sánkhájban a koronavírus tesztelése várakozók hosszú sora. Pénteken több mint 24 ezer új fertőzést jelentettek a városban, ezek túlnyomó többsége tünetmentes. A tiltakozások ellenére a hatóságok fenntartják a szigorú zéró tolerancia politikájukat a járvánnyal kapcsolatban. A fő aggodalmuk az, hogy az idősek körében rendkívül alacsony az oltottsági arány. A bezártsággal járó nehézségek mellett a kínaiak többsége elutasítja a kormány konténerekből felhúzott karantén központjaiban való elhelyezést. Kifogásolják, hogy azok a minimális higiéniai feltételeknek sem felelnek meg, esőben beáznak. A kínai cenzorok hamar elkezdték eltüntetni a kaotikus helyzettől készült felvételeket a kínai közösségi oldalakról, estére már egyetlen ilyen találatot sem adtak ki ezekre a kereső szavakra.